Még nem dolgoztam föl, még kell egy pár nap, még ezt realizálom, hogy tényleg mit hoztunk mi össze itt a hétvégén. Egyelőre most pihenés, aztán ezt még emészteni kell. Ez volt az, amiről gyakorlatilag, amikor elkezdtél kajakozni, álmodtál, vagy ez csak később jött? Ez azért később jött, tehát amikor én lejöttem kajakozni, nem az olimpia motivált, hanem inkább a társaság, de az utóbbi években már ez volt a cél, így van. Ez a páros ugye ez most már 7 éve együtt van. Akkor, amikor először összeültetek, emlékszel-e még arra, hogy akkor mitől volt ez jó? Mert mondja Bence, hogy neki egy kicsit más technikája van, mint a többieknek, és nem nagyon sokan tudják lekövetni. Így van, 2010-ben ültünk mi először össze a párosba, és emlékszem már akkor is, már az első edzésen jól sült el a dolog, azért is maradtunk már akkor együtt. Valószínűleg én voltam az, aki le tudta jól követni az ő technikáját, és aztán mindig jöttek az eredmények, és ez miatt aztán ki is tartottunk egymás mellett éveken át. Hamar kiderült, hogy nektek a 200 lesz az igazi, vagy azért volt 500, meg volt 1000 is? Volt 500, 1000 az nem volt, de mindig gyors kezű volt a Bence is, meg én is, és főleg a 200, meg az 500 volt a prioritás a kezdetekben, most már csak a 200 méter. Ilyenkor, amikor a 200-at jól meg kell csinálni, ilyenkor igazából az ember hogyan tudja kiszámolni azt, hogy az pont 200-nál fogjon-e tényleg minden az emberből, és ne 201-nél, vagy ne 199-nél? Hát ezt nem tudjuk kiszámolni, erre csak edzünk, hogy bírjuk ki az utolsó méterig. Becsim csak reménykedni lehet, hogy ne fáradjon el az ember, meg persze a sok edzés munka, meg inkább a gyorsaságot kell fejleszteni, hogyha gyorsak vagyunk az elején, akkor úgyis gyorsan jön a távvége is. Ugye néhány évvel ezelőtti a válogatón már nyertétek az elsőt, csak aztán a második meg a szétlövés nem volt meg. Látsz valami markáns különbséget? Vagy egyszerűen csak erősebbek és gyorsabbak vagytok? Erősödtünk meg, gyorsoltunk sokat, az biztos. A második válogatón azért kaptunk ki szerintem, mert akkor jöttünk rá, hogy mi is a tét igazából. Ez miatt aztán egy stressz is jött ránk, meg izgalom. Talán ezért is aludtunk el a rajtba egy picit. Aztán a szétlövésen ezt próbáltuk elfelejteni, és csak úgy odaállni, mint az első válogatón. Talán ezért is sikerült. Bencétől is kérdeztem, hogy mennyire volt esetleg utólag már megnyugvás az, hogy gyakorlatilag a 150 méteren meg volt a 3 méter hátrány ledolgozása, tehát hogy egy gyengébb rajt is elég, és ilyenkor egy picit azt érzed, hogy mindenképpen jó vagy, mint a páros, csak nem szabad kapkodni. Ez ilyen szempontból segítette feldolgozni azt, hogy nem sikerült a második válogató? Hogyne, ez segített a leginkább. Tehát visszanéztük a felvételeket, és azt láttuk, hogy a sebesség, a különbség az a mi avunkra dőlt el. Tehát úgymond gyorsabbak voltunk a vesztes menetnél is, csak tényleg egy normális rajtot, ha csinálunk, akkor éreztük, hogy akkor meg lehet csinálni a szétlövést. Lantos Ádám és Nagy Péter hajszála kapott ki Hajdú Jonatántól. Ha nekik meg lett volna, akkor gyakorlatilag a komplett 200-as csapatot a Grabopolosz Győr adta volna. Van most itt idén valami a levegőben, hogy most ennyire jó sprinter itt mindenki ezen a vidéken? Igen, a győriek, sok győri ráállt erre a 200 méteres mintávra. Sok a gyorskezű születésű Győrbe, talán ezt is lehetne mondani. Nagyon sajnálom, hogy az Ádámék nem sikerült nekik a szétlövés. Akkor jöhetett volna még plusz ember Győrből ugye az olimpiára. Szerinted mi lesz majd a nagyobb? Magatokkal szemben lesz nagyobb elvárás, vagy pedig amit majd esetleg kívülről tesztek rá, hogy mégiscsak a világbajnokot vertétek meg, tehát elvileg jónak kéne lennetek? Hát igen, azt mondják, elvileg jónak kéne lennünk, nem tudom, készülünk tovább, és egyszerűen bármi megtörténhet 200 méteren, ezért azt mondom, hogy ha hozzuk azt, amit tudunk, akkor kijöhet belőle egy szép eredmény, de tényleg bármi történhet, csak készülünk tovább, és próbálunk úgy odállni, mint a válogatókra is, mint edzésre, hogy hozzuk ki magunkból a legtöbbet, a legjobbat. Jön most az EB, ugye voltatok már Európa-bajnokságon, de korosztályban ez most már egy kicsit más lesz. Igen, ez már a felnőtt korosztály. Ott is szinte olyan mezőn gyűlik össze majd, mint az olimpián, egy-két országot leszámítva. Hát az U23-nál azért ez erősebb mezőny lesz, az biztos. Most ugye álmodsz, ugye beszéltünk az elején, mikor szeretnél fölébredni majd augusztus 20-a után, mikor lement a 200-as döntő? Majd mikor lement az döntő, igen, majd utána fog leesni talán, hogy mit is hoztunk össze ide, igen.